Figyelmeztetéseket osztottak ki a közterületfelügyelet munkatársai a kiserdőben. Többek között ez is egy fontos feladatuk, hogy ellenőrizzék a szabálytalanul parkoló autókat. A Mák, Ibolya és Nefelejcs utca környékén nemrég változott meg a forgalmi rend, ami több új szabályt is jelent a város ezen részén, így ezt a környéket az elmúlt hetekben még többször ellenőrizték. A változásokkal többen személyesen is érdeklődnek a közterület felügyelőktől, hiszen senki nem szeretne több 10 000 forintos bírságot kapni. Aki például nem veszi figyelembe a behajtani tilos táblát, akár 80 000 forintos büntetésre is számíthat. A hőség idején a vízosztásban is segít a közterület felügyelet. Ez, hogy most ilyen meleg van, ez annyiból ad több munkát, hogy megtalálható az a közterület felügyelőknek, hogy minden egyes szolgálati kocsinkban lenni kell, hűtőtársányvíznek, poharaknak kell lenni. Ha letártán találkozunk ki olyan emberrel, aki bajba került, legalább ezzel gyorsan tudjuk segíteni rajta, és közben hívjuk a többi segítséget, amely éppen szükséges ahhoz, hogy akár életet is mentsünk a helyszínen. Ezen kívül persze megy a napi rutinunk, hiszen ugye azért tudjuk, hogy a város az egy egész nagy városunk van, nagyon sok belterülettel, nagyon sok külterületi résszel. Nálunk is ugye elkezdődtek a szabadságolások, de azért itt sem áll meg az élet, dolgozunk. Ugye elsősorban a belváros forgalmi rendje, ami egy mindig kritikus pont a városban, a városnak a belső területei, hiszen nagyon sok olyan új hely van a városban, ahol más lett a forgalmi rend, mint idáig is volt. Ez persze nem azt jelenti, hogy a közterületfelügyelő is kizárólag csak is közlekedéssel foglalkozik, hiszen számtalan más olyan dolgunk van, amely miatt intézkednünk kell, akár a belvárosban olyan személyekkel szemben, akik éppen kéregetnek, koldulnak, nem úgy használják a kerti budokat, ahogy kellene, ott vízik a dolgokat, ahol éppen nem kellene, de mint hogy pontosan ilyenkor intézkednünk kell azzal, aki szabadtunk hajt be egy ilyen helyre, rossz helyen parkol, akár a Mák utcai kísérő környékén, amely most teljes új forgalmi rend van, és hát ugye bár a külterületeken pedig elkezdjük ellenőrizni a parlagfűves területeket, hiszen jó meleg van, jó az időjárás a parlagfűnek, és ugye már elkezd gyontani a pollenjét, tehát ilyenkor el is figyelnünk kell. A közterület felügyeletet számtalan problémával felkeresik a nyíregyháziak, sokszor olyan dolgokkal is, amelyek nem az ő hatáskörük, ilyenkor abban is segítenek, hogy a megfelelő helyre jussanak el az észrevételek. A lakossági bejelentéseken túl rengeteg az adminisztrációs munka is. Most foglással indul a parlagfű szezon, már kaptunk egy-két ilyen parlagfűes bejelentést is ebben az időszakban, de továbbra is aktuális téma, ugye a játszóterekre a kutyáknak a bevétele, esténként ugye a fiatalok, most mennyi nincs iskola, tehát esténként, éjszakánként ráérnek a fiatalok olyan helyeken, ahol mondjuk el lehet bújni bizonyos részeken, lakótelepeken belül, és ott hangoskodnak, esetleg alkoholt fogyasztanak, vagy más fogyasztanak, és ugye ezekről kapunk bejelentéseket, ezek azok, amelyek mindig. Újabban megint kapunk olyan bejelentéseket, amikor olyan kocsikat jelentenek be, amely hosszabb ideje nem mozdul, egy helyen parkol, nézzük meg, hogy ez miért azon a helyen parkol, miért áll itt és mi foglalja ott lakóknak a parkolási helyeit, tehát a legkülönbözőbb dolgokkal, de nagyon sokat ott találkozunk ilyen jó szomszédi iszony típusú bejelentésekkel is, tehát azért mondom, hogy változatos, ami hozzánk is jön. Nyíregyháza közbiztonsága érdekében összesen 22-en dolgoznak. A közterület felügyelet segíti a rendőrség munkáját is, együtt dolgoznak a polgárőrökkel, nap mint nap figyelik a közterületen elhelyezett kamerák felvételeit, és járőröznek a város különböző pontjain.